meglepően vidám Bősze András polgármester úr, bár nem nyerte meg ezt a választást, igaz, meg se nyerhette, hiszen nem indult. Az, hogy ilyen jókedvűnek látjuk hosszú idő után, ez kicsit annak is szól, hogy úgy megszabadult attól a tehertől, amit, meg attól a felelősségtől, ami persze még egy olyan 3 hónapig kijár önnek. Ez nem így van. A jókedv az annak szól, hogy mindig, amikor jöttök, akkor egy kicsit feldobódom, mert egy kizökkentetek a mindennapi mókuskerékből. De nyilván, mivel saját döntésem volt, hogy nem indulok, és egy kicsit így felszabadultabb vagyok, meg jön a nyár, jön a fesztivál, ugye, most hétvégén itt lesz nálunk ugye a 3. Töki Pince zenei fesztivál, és ez így kezdi a hangulatomat egy kicsit földobni, úgyhogy ennek köszönhető. Hogyan zajlottak a választások itt? Mekkora volt az aktivitás? Nyilván nem számolta össze polgármester úr egy személyenként, hogy ki jött-e voksolni, de nagyobb volt az érdeklődés, mint egyébként az országban majdnem mindenütt? Igazából hasonló magas volt szerintem a részvétel. Azt én ugye azzal tudom összehasonlítani, amin én korábban indultam, annál jóval magasabb volt. Ez a szavazatok számán is látszik, és én már reggel, nem is tudom, 7-8-kor leadtam a szavazatomat, utána kényelmesen vártam, hogy mikor lesz eredmény. 7:01-kor gratuláltam már Varga László perváli polgármester úrnak, és utána pedig folyamatosan néztem, hogy kik hogy szerepeltek, és mindenkinek természetesen gratuláltam, aki olyan eredményt ért el, amit szeretett volna. Helyben a polgármester személye, ugye Csákvári Rita, neki az eredménye nagyon gyorsan kiderült, viszont hogy milyen testület lehet mögötte, az eléggé elhúzódott. Én 3:30-ig bírtam, és olyan 4 körül született meg az eredmény. Ennek okairól majd lehet, hogy később tudok több mindent mondani, most még úgy nem merültem annyira bele. Mit lehet tudni a régi új testületről? Gondolom, vannak régi tagok is, vagy jelenlegi tagok, és lesznek újak? Én azt gondolom, hogy a maga szerencsére együtt maradt. Ugye így is volt tulajdonképpen meghirdetve, hogy Csákvári Rita mögött a jelenlegi 3 képviselő, a Szabjányi Benjamin, a Nagy Laci és a jelenlegi alpolgármester Salamonni Nagy Gabi mögötte volt, támogatta. Ez a szavazatokon is látszik, hogy ez a csoport úgy egyforma, közel egyforma szavazatot kapott. Szerintem ez a irány, amit elképzeltünk ezekkel a szavazatokkal, kiderült, hogy örülne a település, hogyha ez az irány folytatódna. És a 2 új, aki bekerült, én azt gondolom, hogy hasonló értékrendet képvisel, úgyhogy szerintem olyan hatalmas változások nem lesznek. Annyi, hogy ugye még a legutolsó testületválasztáskor, bár elmondtuk, hogy 4-3 volt ugye a független és a fideszes képviselők, de ez ugye nálunk sosem okozott gondot, most meg egy kivételével mindenki független. Gratuláltam már a leendő utódjának, és kívánna a hátralévő időszakban egyeztetni vele a zökkenőmentes átadás átvétel érdekében? Természetesen gratuláltam, nem elsőként, mert 3:30-ig fönn voltam, én egy kicsit tovább szundítottam, mint a többiek, volt, aki már megelőzött, de ugye természetes tőlem, hogy mindenkinek gratuláltam, ugyanúgy, hogy a szomszéd településen, természetesen a mi településénken is egyértelműen, és most is beszéltük, hogy a részemről a segítő szándék megvan, összeülünk, megbeszéljük az elképzeléseket, a stratégiát, ebben a jelenlegi alpolgármesteresszony is még részt fog venni. Úgyhogy én mondom, tehát itt eleve a kampány is, én azt gondolom, hogy amit nagyon sokszor elmondtam, hogy sok településsel ellentétben itt én azt gondolom, hogy nem volt fröcsögés, nem volt gusztustalankodás, és ugyanígy a tovább haladó munkában is szerintem ugyanúgy fogjuk egymást segíteni. Úgyhogy természetes mindenben próbálok segíteni. Mit szól a környék, a régió eredményeihez? Azért volt néhány váratlan, meglepő eredmény. Kinek mi a váratlan? Lehet, hogy valakinek az is váratlan, hogy valakit újra szavaztak. Én igazából pár települést említenék meg. Az egyik ugye Tínye, ahol Krix Lajos polgármester úr nem választották újra. Ő, neki a sajnálatát fejezem ki, de hát valamiért változtatni szeretett volna a település. Ugye ami megdöbbentő, az Budakeszi, hogy nagyon szoros eredmény született. Ez
Lehet, hogy mivel én most már nem élek ott, de nekem lehet, hogy csak ezért furcsa. És hát Buda Jenőt figyeltem nagyon még több mint fél szemmel, mert ugye ott is lehetett olyat hallani, hogy nem mindegy, hogy ki nyer, mert volt olyan jelölt, aki azt mondta, ha nyer, akkor biztos, hogy megszünteti a közös hivatalt, és önállók lesznek. Hát jelen pillanatban ugye a Tünde polgármesterasszony nyerte meg, akinek szintén szívből gratuláltam, és a remeteszőlősi polgármester úr, a Gergővel már össze is ültünk, hogy egy kicsit megnyugtasson minket, hogy hogyan képzeli el a jövőt, és jelen pillanatban azt mondta, hogy nem célja, hogy fölrúgja ezt a megállapodást. Úgyhogy a többi helyen én azt gondolom, hogy viszont papírforma eredmény született, és megérdemelten nyerték meg a választásokat. Jön a pihenés? Ebben a hónapban, meg még talán a jövő hónap elején biztos, hogy nagyon sok feladat lesz, aztán utána majd jöhet ez a igazgatási szünet, nyaralások, ilyesmi, de attól még nem dőlünk hátra, tehát folyamatosan kell foglalkozni akár a napi ügyekkel, és hát már sokszor említettem, de most újra megmondom, hogy megint kiírásra került ugye a közbeszerzés, június 24-én lehet esetleg ott végeredmény, ugye itt a házasságkötőterem, meg a sportpálya, úgyhogy nagyon bízunk, hogy lesz eredményes pályázat, és akkor nyilván azzal megint kell foglalkozni. Jó, azért pihenjen is, polgármester úr. Igyekszem, köszönöm szépen.